Jakabiter, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hadd kezdjem csak röviden egy másik témával, a nézőknek már felvetettem, ön tegnap éjfélig hivatalosan nem volt a Jobbik elnöke, ma reggel már az-e? Ugye egy adminisztratív dologról van szó. Július 9-én kaptam meg azt a végzést a fővárosi törvényszékét, hogy én vagyok a Jobbik elnöke, és miután fellebbezés nem érkezett ezen végzéssel szemben, ezért július hónapban, július 25-én ennek jogerőre is kellett emelkednie. Egy valami nem történt meg. A fővárosi törvényszéknél az illetékes eltársról, hogy elfelejtette megnyomni az Enter gombot a billentyűzeten, és ez nem került átvezetésre a bíróság.hu-ra. Na, pontosan erre hivatkozva mondta azt a Nemzeti Választási Bizottság és a kúria, hogyha a bíróság.hu-n nincs feltüntetve Jakab Péter a Jobbik elnökeként, akkor ők tesznek mindenféle végzésre nagy évben, a Jobbik nem indulhat el hivatalosan az időközi országgyűlési választáson, ami azért jogállamban mégiscsak példátlan. Várjon csak, akkor nem a fellebbezési időszak rendesen járt le tegnap éjfélkor, hanem egy adminisztratív hiba volt, ami nem az önöké volt, hanem a bíróságé. A legjobb szakjogászokkal egyeztettünk, az ő álláspontjuk az, hogy polgári nem peresen járásokban nincs ítélkezési szünet, magyarán a július 9-én készhez vett végzés az elnöki választásról, az már réges-rég jogerőre kellett volna, hogy emelkedjen, de valahogy valaki elfelejtette valamiért megnyomni ezt a bizonyos gombot, hogy ez az online felület is megjelenjen. És ne haragudjon, ez vonatkozik Gyöngyösi Márton helyzetére is, aki ugye elnök helyettes, az ő mandátuma május 12-én megszűnt, és az egész bíró ügynek az a háttere, hogy a kúria azt elfogadta, hogy jogszerűen nem képviselhette a Jobbikot, tehát ő bírót nem jelölhette volna. Na, hasonló a probléma. Lényegében ez a probléma, ami a jogállamiság alapjait kérdőjelezi meg Magyarországon, hiszen ezzel előfordul az, hogyha van egy tisztújítás egy pártnál, akkor mondjuk 7 hónap elteltével ez a párt, ez a parlamenti párt nem indulhat el egy demokratikus választáson. És nem önhibájából, nem hiánypótlás pontosan elmulasztásáért. Ami volt hiánypótlás, azt az első körben teljesítettük, tehát még egyszer mondom, július 9-én a végzést megkaptam, a jogerősítésnek meg kellett volna történnie, és ezt át kellett volna vezetni az online felületre is. De értem, hogy mi a politikai szándék ezen jogászkodás mögött. Nem más, mint az, hogy egy olyan billegő körzetben lesz most időközi országgyűlési választás, ahol csak a legszélesebb körű ellenzék összefogással lehet a győzelmet elérni. Én azt mondom, hogy 1-2%-on fog múlni a siker. A Fidesz pedig úgy gondolhatta, hogy akkor ebből az ellenzéki összefogásból ki kell lőni azt a pártot, amelyik 2018-ban Bíró Lászlóval egyébként 31%-ot ért el az akkori választáson. Azt el is érték egyébként, hogy a Jobbik logót azt kilőtték a szavazólapról, de én azt mondom, hogy hát ez legyen a legnagyobb örömük a fideszes fiúknak. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk jobbikosoknak a Jobbik logó az itt van legbelül. Az összes többi ellenzéki párt logója pedig ott lesz Bíró László neve mellett, tehát napnál világosabb, hogy ki az ellenzék jelöltje, és ki az, aki október 11-én lebontja a kétharmadot, Bíró Lászlónak hívják. A helyzettel kapcsolatban van egy jó hír az önök szempontjából, az, hogy az ellenzék kitartott a jelölt mellett. Talán nevezhetjük rossz hírnek az, hogy valahova be kell ülnie, és az nem a Jobbik frakció lesz. Ezt már eldöntötték? Bíró László tekintettel arra, hogy minden pártnak a jelöltje, ezért függetlenként fog. Ezzel is tudjuk bizonyítani, hogy ő valóban egy olyan pártok fölött álló személy, aki minden választópolgárt képviselni szeretné, és meg is tud szólítani. Sajnálom egyébként, hogy a Fidesz a jogászkodásba menekült az ellenzéki összefogással való szembenézés helyett. Én látom azt, hogy a kormánypárt most már hónapok óta nem tud az ellenzéki együttműködéssel mit kezdeni. Megtapasztalták azt, hogy az önkormányzati választáson ez egy sikeres modell volt, az egy-egy elleni küzdelem. Ugye idén februárban volt Dunaui városban egy időközi országgyűlési választás, ahol az ellenzék összefogott, és hát lényegében kétharmados győzelmet arattunk a Fidesz felett. És ezek után gondolom, hogy a Fidesz kampánygurui vakargathatták a fejüket, hogy hát ott, ahol az ellenzék összefog, ott már nem elég a Fidesz győzelméhez a szavazatvásárlás, a lejárató kampány, a hazudozás meg a fenyegetés, valami újat kéne csinálni. Én bíztam benne, hogy ez az új, ez az lesz, hogy a Fidesz elkezd normálisan kormányozni. Mondjuk emelni a béreket, a nyugdíjakat, befejezni a lopást, mert így is hatalmon lehetne maradni. De a Fidesz nem ezt az utat választotta, hanem megpróbálta az ellenzéki együttműködést szétlőni. És az, hogy ez nem sikerült, ez egyébként pontosan annak a bizonyítéka, hogy az ellenzéki együttműködés sikeres és fegyelmezett. Tehát ahogy a kúria meghozta ezt a szégyenletes döntést, hogy a Jobbik nem indult el a választáson, én azon jobban körbe telefonáltam az összes ellenzéki pártvezetőt, és néhány órával később már ott volt a megoldás és a viszontválaszunk az asztalon, ami arról szólt, hogy ha a Jobbik nem indíthatja el hivatalosan Bíró Lászlót, akkor az összes többi ellenzéki párt el fogja indítani, vagyis, és ez egy fontos, hogy az ellenzék nem csak összefog, de össze is zár, hogyha a Fidesz támad bennünket. Térjünk egy pillanatra vissza, elnök úr, arra a problémára, ami Bíró Lászlóval kapcsolatban önjogon fennáll. A kérdésem, tudtak-e önök arról, hogy Bíró Lászlónak voltak, vagy vannak, vagy lesznek, ő azt mondta, hogy voltak antiszemita és szélsőséges nézetei?
Nem tudtunk róla természetesen, és óriási emberi értéknek tartom, hogy képes volt ezért elnézést kérni. Nagyon kevés politikus tudja gyakorolni a bocsánatkérés erényét és a megbocsánatás erényét. Bíró László bocsánatot kért, és ezt az ellenzéki pártok el is fogadták. Ami azért fontos, mert azért nem akárkivel kell megküzdeni a Bíró Lászlónak. Tehát a vele szemben álló Fideszben például mind a mai napig helyet foglal Orbán Viktor mögött a parlamenti patkóban az a Pócs János, aki egy cigány származású ember betett a kazánba, és azzal fenyegette, hogy majd be is fogja gyújtani ezt a kazán. Tehát az egyik oldalon van egy politikus Bíró László, aki hibázott, ezért a bocsánatot kért. A másik oldalon van egy Fidesz, amelyik elfogadhatónak, sőt viccesnek tartja, hogy a cigány ember betesznek a kazánba, és ezért még csak elnézést sem hajlandóak kérni. Hadd kérdezzek öntől egy stratégiai, vagy talán taktikai kérdést. Régóta hagyomány, hogy a Fidesznek az első dolga, hogy jobbikus politikusokkal kapcsolatban feltúrja a közösségi média oldalát az adott jobbikus politikusnak, és nem akarom megsérteni, de elég sokszor van rá példa, hogy talál olyan jellegű radikális, antiszemita vagy szélsőséges kijelentést a múltjában, ami vállalhatatlan. Nem végezhetnék el esetleg önök azt a munkát, amit a Fidesz vagy a Fidelitas megtesz, mielőtt jelölnek valaki? Mi általában nem a múlttal foglalkozunk, hanem a jelennel és a jövővel. Már ezért mondom, most... hogy stratégiai, taktikai kérdés, mert aztán itt van a jelentősége a problémának. Idézni lehet a Judapesttől kezdve, a hadd ne mondjam a többit, és ezt meg lehet tenni önöknek is. Már hogy átnézik. A változás lehetőségét senkitől sem lehet elvitatni, Bíró Lászlótól sem. Én a Fidesztől sem vitatom el a változás lehetőségét, csak azt látom, hogy ők nem pozitív irányba változnak, hanem negatív irányba. Ők kommenteket keresgélnek, ahelyett, hogy azzal töltenik az időket, hogy jövőképet és programot adnak, például a Borsod 6-os térségnek. Mi azzal vagyunk elfoglalva kommentek olvasgatása és keresgélése helyett. A komment az tükrözi az emberek véleményét, álláspontját, erkölcsi állásfoglalását a világról, tehát én nem minősíteném csak komment szintre Bíró László korábbi kijelentését, ön se tenné bárki mással kapcsolatban, aki vállalhatatlan kijelentést tesz, nem mondaná azt, hogy csak egy véletlen rossz komment volt, aki, rossz állapotban. Aki vállalhatatlan kijelentést tesz, és keresztény embernek vallja magát, az ezért képes bocsánatot kérni. Egy kezemben meg tudom számolni, hogy ezt hány politikus tette meg mondjuk az elmúlt 30 évben, Bíró László közöttük van. A fideszes politikusok meg nincsenek köztük, ők általában elhazudják, letagadják a problémát, letagadják azt is, hogyha valamiben hibáznak, ezzel pedig becsapják a választókat. Ők megtévezték a választókat, mi pedig őszintén vállaljuk azt, hogyha hibázunk, de ez azt is jelenti, hogy hitelesek vagyunk akkor, amikor képviselni akarjuk az embereket. Fontos, amit az elején mondott az esélyekkel kapcsolatban, nagyon optimista, azt gondolja, hogy fejfel mellett vannak, ez egy olyan körzet, amelyben a Fidesz elég markáns előnnyel győzött. Kiket kell megszólítani, és milyen lehetőségeik vannak erre, hogy az én szkepticizmusomat meg tudja törni ön azzal kapcsolatban, hogy annyira fejfej mellett volna fideszes jelölt el az önöké? Nagyon jó programmal rendelkezik Bíró László, tehát jövőképet kínál a térség számára. Azt szeretnénk, hogyha mondjuk a szikszói kórházban nem meghalni járnának az emberek, hanem meggyógyulni, hogyha Tiszaújvárosban a Jebilnél nem alamizsnél dolgoznának a magyar melósok, hanem minőségi fizetés kapnának. Erősebb a programja, mint a fideszes jelöltnek, aki az elhunyt képviselő lánya? Nézd, nem látunk a fideszes képviselőnél egyelőre programot, egyfajta dinasztia alapítási törekvés nyilván látunk, meg azt, hogy Washingtonból, ugye a hölgy onnan érkezett, elég nehéz rálátni a borsodi mindennapokra. Bíró László pedig 10 éve ennek a körzetnek a képviselője a megyei közgyűlésben, ott él a körzetben Tarcalon, tehát látja azt, hogy milyen problémákkal szembesülnek az emberek, és ezekre milyen megoldási javaslatokat kell kínálni. Egy, kettő, tehát a program nagyon fontos, de ami a mozgósítás szempontjából talán még fontosabb, az az, hogy az ellenzék képes volt felmutatni az egy jelöltet, aki képviseli mindazokat a választókat, akiknek elegük van a Fidesz tolvaj politikájából. 2018-ban nehéz volt választani, mert sok párt mondta magáról azt, hogy hát én vagyok a legerősebb, és majd én mindenkit megverek. Most viszont az ellenzék tanulva a korábbi hibájából összefogott, konstruktívak vagyunk, stabilak vagyunk, kitartunk egymás mellett és a jelölt mellett, és érezzük azt a történelmi felelősséget, ami a kétharmad lebontásával jár. Nagyon rövid kérdés, rövid válaszsal Vona Gábor letette a voksot, nem azért, mert egyetért vele, hanem érzi a nyomást az egy lista mellett. Ez eldőlte már a Jobbikban. A lista kérdése az jelenleg szinte még gumicsont, most nem a listákkal kell foglalkozni. Mi szeretnénk, hogyha a 106 körzetben lenne előválasztás, és majd az előválasztás után foglalkozunk a listák kérdésével is, de a legfontosabb az október 11, bontsuk le a kétharmadot Szerencsén és Tiszaújvárosban. És mindenhol szeretnének előválasztást egyéniben, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy eljött.